A jövő itt kezdődik. Adecco IT Academy. Gyertek velem! Adecco 12. IT Akadémia rendezvényén valóban a jövőben érezhették magukat azok, akik a virtuális technológiáról szerettek volna többet megtudni. A mai előadásból azt tudhatjuk meg, hogy a virtuális valóságnak milyen alkalmazási területei vannak. Megnézzük, hogy milyen tudományos vagy oktatási alkalmazásai vannak, illetve megnézzük azt, hogy milyen hobbi vagy játék tevékenységekre lehet ezt használni. Az este előadóit is több tevékenységi területről választották, hiszen jelen volt egy HR-es, egy szabadidős és egy üzleti téma is. Választ kaphattunk arra, hogyan használjuk a digitális teret pénzügyeinkben. A digitális ügyintézés azért nagyon jó az ügyfeleknek, mert sokkal egyszerűbbek a folyamatok, sokkal rövidebbek, nem kell kimozdulni otthonról, nem kell elmenniük, nem kell sorba állni, nem kell leparkolni. Nagyon egyszerűen egy mobiltelefon segítségével és egy applikáció letöltésével mindent gyakorlatilag egy órán belül el tudnak intézni, és az hitelösszeg folyosításra is kerül. Az előadások előtt talán nem is gondoltuk, hogy a virtuális valóság használható a gyógyításban és oktatásban, vagy a mérnöki és építészeti megoldások költségcsökkentésében is. Persze emellett szórakozásnak, kikapcsolódásnak sem utolsó. A virtuális valóság az egy teljesen új teret nyit nekünk, mindenféleképpen ez egy olyan dolog, ami csak a képzeletünk szabhat határokat. Tehát itt bármit meg tudunk benne csinálni, bárki lehetünk, ez a jövő. A rendezvény közben mindenki megtalálhatta a kedvére való témát. Az előadások után pedig egy párbeszédes prezentációt hallhattak a résztvevők, amelyből kiderült, hogyan tudjuk használni a virtuális valóság kínálta vívmányokat. Olyan emberek gyűltek ma itt össze, akiknek hasonló érdeklődése van, mint amilyen témákat alacáig elosztak, és itt lehetőség van új információk a begyűjtésére, hasonló gondolkodású emberekkel való találkozásra. Ez a rendezvény, ez a találkozó az bizonyította, hogyha érdekes témákat teszünk az asztalra, akkor eljönnek az emberek, meghallgatják, aktívan részt vesznek, és ez az egész élvezhetővé válik, és egy csomó kapcsolatot lehet építeni. Szerintem ez egy siker.